Hát én nagyon izgulok. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok, én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk. A következőkben nem mást, mint az Igen című játék dobozát fogom kibontani. Gyertek, nézzük meg, mi van a dobozban. Sokat tűnődtem azon, hogy amikor kibontam ezt a játékot, akkor tegyek-e bele valami de valami nagy extrát, vagy valami nagy ötletet, mert mégiscsak a saját játékom, és milyen már az, hogy az influencernek saját játéka megjelent, és amikor majd ő kibontja, akkor majd biztos valami aranylúd lesz benne, vagy világítva, kirepül belőle sárkány, vagy ő repül egyet, nem tudom. És elhatároztam, hogy megmaradok kritikusként úgymond, és ugyanúgy fogom kibontani ezt a játékot, mint hogy egy teljesen másik játékot bontottam volna ki, mert jó azon túl, hogy persze az én játékom, és ez egy fantasztikus dolog, de ettől még pontosan ugyanolyan, és semmivel nem de sokkal különlegesebb játék, mint bármelyik másik itt mögöttem, úgyhogy bizonyos értelemben egy szokványos unboxing videó lesz. Hát szavakkal leírhatatlan élmény, milyen az, amikor itt van, és elkészült, és kézzel fogható, és végre nem egy ilyen pici prototípus, és akár hiszitek, akár nem, én ezt a játékot még nem bontottam ki, mert még nem ezt, hanem még nem bontottam ki az Igen című játékot, mert eddig csak ilyen prototípusokkal találkoztam, vagy már kibontott állapotában láttam, úgyhogy ez számomra is legalább annyira különleges élmény, mint azoknak, akik most találkoznak ez először, és most megnézik ezt a videót, hát akkor bontsuk is ki, lássunk is hozzá. Snitzer. Nagyon tetszik, hogy van hely a snitzernek, nem passzos a doboztető, meglehetősen könnyű célozni. És a fólia elmegy. Hát ez egy várva várt pillanat. Na, fólia el, és előkerül maga a játék. A icipici pár apróságot szeretnék mondani. Alapvetően koncepció volt az, hogy a lehető legletisztultabb dizájnt szeretnénk átadni. Nagyon jó pofának tartom itt a kis figurákat, és szép fehér dobozt képzeltünk el rögtön az elejétől. Kezdve én nagyon szeretem, amikor van kommunikáció, hogy pontosan milyen alkatrészek, igen, ez döntően egy kártyákat használó társasjáték lesz. A játék lényegét le sikerült írni a doboz hátoldalára. Egyébként szerintem meglehetősen nehézke dobozról van szó, ugyanis elég sok kártya van benne, de hogy pontosan milyenek, az hamarosan megláthatjátok. Nos, rögtön fogad minket egy játékszabály. Szerzőként fontosnak tartottam, hogy ne legyen hosszú és bonyolult egy játékszabály. Ha kinyitjuk, akkor szép illusztrációk vannak. És hát egy darab papír az egész, nem sok. És igyekeztünk a lehető legegyszerűbbre fogni a dolgot. Ho-ho-ho! Mindenféle dolgok. Kinyomkodó sok zacsi van. Elég sok, hát nézegessük is meg. Vannak 1 és 5 pontosok. Elég sok. Pontszámláláshoz ugyanis ez egy pontgyűjtőgető társasjáték, a játékosok amennyiben szeretnék, a játékszabályban is elkülönítettük, hogyha csak beszélgetni szeretnétek, akkor játszhatjátok úgy is, de hogyha szeretnétek pontokat számolni, akkor ezekkel a pontocskákkal lehet, meglehetősen sok van belőle. Nos, és a játék maga főszereplője, a kártyák, a kérdéskártyák, 440 kérdést készítettünk ehhez a játékhoz, igyekeztük a lehető legheterogénebb kérdéskört kialakítani, nagyon sok mindenre próbálunk rá kérdezni, és hát meglehetősen sok van, két oldalas, a másik oldalt is vannak mindenféle kérdések, jó sok, és természetesen nincs két ugyanolyan. Kétféle kérdést különböztetünk meg, igyekszem találni olyat, ami másik kategória. Van olyan kérdéskártya, amin van nyakkendő, ez a nyakkendős kérdés. Ez nem jelent más, mint hogy ez kifejezetten felnőtteknek szánt kérdés. Jóval több van a dobozban azon kérdések közül, amiken nincs nyakkendő. Ezt akár 9 éves kortól is játszhatjátok. Viszont van egy-kettő, ami elsősorban felnőtt társaságnak szánt. Mindkét oldalán nyakkendős kérdés van. Hogyha kifejezetten felnőtt témákat szeretnétek érinteni a játék közben, és kérdéskártyák, nagyon-nagyon sok kérdéskártyák, illetve vannak válaszkártyák a játékosok színeiben. Ezek a játékos színek, hihetetlen izgalmas ezt így kézbe venni, és ezt így kibontani, srácok, leírhatatlan kaland ez, hogy amikor képernyőn látod, és mindössze prototípusként van előtted, hogy majd ez így fog kinézni, és egyszer csak itt így kézbefogható formában, így van, itt vannak az igen, nem válaszok. A játékszabályokra most nem térnék ki, sokaknak meg szeretném hagyni az élményt, hogy felfedezik, és a dobókockák így van a játék egyik játékmódjához tartoznak,
dobókockák. Jaj, de jó kis csánkik, feketék, fehér pöttyökkel. Nagyon szeretem, hogy picit-picit nagyok. Jó kézbe venni őket, meglehetősen jó forgatni őket. Nekem külön öröm, hogy vannak extra simítózáras tasakok. Nem kifejezetten lesz gond a kártyáknak a tárolása. Ezek nagyban segítenek ahhoz, hogy ne legyen káosz a dobozban. És nekem külön öröm, hogy a doboz belső is hozza a játék hangulatát, tehát nem egy teljesen átlagos, ilyen belehajtogatott ilyen fehér papír, hanem az illusztrációk, amik a játékszabályban vannak, illetve különféle kártyákon előfordulnak, azok visszaköszönnek a doboz belsőben is. Nos, hát itt vannak a kártyák, itt vannak a tokenek, a dobókockák, illetve a büszkeségem a meglehetősen egyszerűre hagyott játékszabály. Ez mind benne van az Igen című játékban, hogyha ti is megvásároljátok. Nagyon szépen köszönöm a megtekintést, nagyon örülök, hogy megnéztétek ezt a részt. Ha tetszett, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többekhez jusson el ez a tartalom. Nagyban tudjátok támogatni a munkásságomat, hogyha megveszitek a társasjátékot, és vagy támogattok minket a Patreonon, mert most már erre is van lehetőség. Nagyon szépen köszönöm a megtekintést, remélem hamarosan találkozunk. Addig is jó játékokat, sziasztok!